Farsangi mulatsággal búcsúztatták a telet az ikladi szederfa otthon lakói. A jelmezes bárra meghívták a vácegresi otthon lakóit is, valamint a vendégeik közé vártak több gyermeket és szülőt a gödöllői Waldorf iskolából, hiszen nagyon fontosnak tartják azt, hogy már a legkisebbek is megismerkedjenek a fogyatékkal élő emberekkel, mert így automatikusan kialakul bennük a tolerancia. A hagyományos farsangi mulatságot tartunk, amit minden évben megtartunk. Hát az a lényege ennek, hogy átéljük ezt az időszakot, megéljük a farsangnak a hangulatát. Nagyon fontos, hogy sok gyerek legyen, mert azt gondolom, hogy a fogyatékos emberekkel való találkozás nem lehet elég korán elkezdeni, hogy a felnövekvő generáció majd megfelelően tudjon hozzáállni. Milyen programot állítottak össze ebből az alkalomból? Hát nagyon fontos része a programnak a készülődés a jelmezekkel. Hetek óta mindenki készíti a saját jelmezét. Illetve nagyon fontos az, hogy kötetlen szabad szórakozás legyen, ahol átéljük a farsangnak a hangulatát. Nagyon tudatosan készülünk az előttünk álló időszakra. Azt mondják, hogy amilyen a farsangunk, olyan lesz a bőjtünk. Amilyen meg a bőjtünk, olyan a húsvétunk. Úgyhogy ha lehet mondani, ez már a húsvétnak a készülete. Különböző állapotú emberek vannak nálunk, a lakóotthonban is, és a nappaliban is, a környékbeli fiatalok is. Mindenki úgy készül a farsangra, ahogyan tud. Nincsenek külön elvárásaink ebből a szempontból, de igazából nem is az a fontos, hogy ki mennyi munkát és mit tesz ebben, hanem hogy ki milyen mélyen tudja átélni ezt az időszakot, és erre helyezzük a hangsúlyt. Van, aki csak részt vesz az előkészületekben, megfigyel, és ebből áll a készülése, és van, aki pedig éjjel-nappal a jelmezein dolgozik, és sütfőz, és tervezget. Ebben a kastélyban élt számos állataival, hófehérke, és ebben a kastélyban élt néhány gonosz boszorkány. Kérem őket ide! Hol vannak a boszorkányok? Ide kérem őket! Álljanak fel! Itt van egy nagyon gonosz, aki úgy csinál, mintha nem lenne az. Ott van egy nem nagyon gonosz, aki úgy csinál, mintha az lenne. Ezeknek volt egy bűvösséges tükörjük. Amikor oda mentek a tükör elé, és belenéztek abba a tükörbe, akkor csuda szörnyű dolgokat láttak benne. De amikor hófehérke nézett bele a tükörbe, akkor olyan csodaszép dolgot látott benne, hogy maga is megbánta. Így hát a gonosz mostoha elhatározta, mind a kettő, hogy szólítja a fővadászt. Vadászom, kéretlek! Szólítja a fővadászt! Vadászom, kéretlek, azonnal! Vigye ki hófehérkéket az erdőbe! A többit nem mondom.
Ha farsang, akkor nem maradhat el a hagyományos édesség, a fánk sem. Így az otthon lakói, családtagjaik és a vendégek körében farsangi fáksütő és evőbajnokságot is rendeztek. Közösen sütjük velük a fánkot, van egy tankonyhánk az otthonban. Egyébként is az önálló életre való felkészítésnek az egyik legfontosabb része, hogy a saját szükségleteiket ők ki tudják elégíteni, akár úgy is, hogy megfőzik maguknak az ételt, elkészítik. Hogyan készültek, hogyan teltek a mindennapjaik a farsangi előkészületben? Nagy szervezéssel és nagyon nagy szeretettel, nem lehetett, szinte ma nem lehetett velük bírni, mert hogy mikor megyünk, mit csináltuk a jelmezeket, ők segítettek, megkérdeztük, ki mi akar lenni, azért van 3 hófehérke, meg 12 törpe, mert hogy ők így szerették volna csinálni, és megkérdeztük, hogy ki mi akar lenni, hát én Piroska vagyok, és van egy kis farkas barátom is, akivel itten fölöltözködtünk, és próbáljuk szeretettel végigcsinálni ezt az egész műsort. Nagyon szeretetre méltók ezek a gyerekek, és megérdemlik, hogy így szeressük őket, mert azt hiszem, hogy ki vannak egy kicsit rekesztve a társadalomból, de nagyon okosak. Mi készült itt a tepsiben? Fánk, régi nevén pampuska. Most már ez a 3. eset, hogy sütöttem, és mikor mondtam a gyerekeknek, hogy sütök pampuskát, mi az a pampuska? Hát a fánk, de is nagyon ízlik nekik, és úgy szeretik, lekvárral, mindennel, úgyhogy nagyon szeretem az egész kis otthont. Most másodszor csináltam ilyen lukasfánkot, és kitaláltam, hogy majd ezt madzagra teszik, és úgy harabdosni fogják, és aki legtöbbet megeszik, az fog nyerni. Milyen jelmezbe öltöztél te? Japán harcosként vagyok most elöltözve. Szeretem a fegyvereket. Évek óta, amióta itt élek. Milyen programok vannak ezen a farsangi mulatságon? Hát ez egy hagyományőrző a házunknak. Minden évben létrehozunk egy ilyen farsangi műsort. Ezzel próbálunk felvetni figyelmeket, hogy a falusiak megnézzenek bennünket. És mi az, ami tetszik neked a műsorban? Hogy mindenki együtt van. Mi történik ebben a városban? Mulatozásra mi történne? Mi az, hogy itt mulatozás van? Betiltom! Oda fölgyerünk csak! A katonám felolvassa mindjárt a mai napi hirdetvényt. Tessék meghallgatni tisztelettel, figyelemmel, alázattal, térdelve! Adatik tudtára a bornétnek, akik bárgyú vigyorait egybegyűlnek, hogy a mai naptól a tél király ő felsége kegyelméből és rendelkezése értelmében a viháncolásnak itt vége! Csendben! Betiltati az alábbi erkölcstelen, felháborító és gusztustalan megnyilvánulás! Az ajkaknak vízszintese és fülig történő húzogatása! A he és a hí szavak és hangok csukott átott szájú egymás után történő lakosgatása. Katonák, mutassák meg, mi ez a szó? Valamint az első és második kombinációja főben járó bűnt von maga után. Jó! Tehát, nincs mosoly, viszont jutalmat kap, akinek lefelé fittyen a szája széle, akinek könny mind a két szeméből folyik,
de minimum az egyikből, azok jutalmat érdemelnek. A Szederfa lakóotthon 2005-ben nyitotta meg kapuit értelmileg akadályozott, autista és halmozottan sérült felnőttek számára. Az otthon munkatársai azon kívül, hogy biztonságos életteret biztosítanak a lakóknak, fontosnak tartják a társadalmi integrációt is, így a faluban több kezdeményezés is az ő nevükhöz fűződik. Kézműves műhelyekben dolgoznak a fiataljaink, van faműhelyünk, egy papírbútor készítő műhely, egy kerámia műhely, és most van egy kertünk, és megvásároltuk a szomszédházat, ahol kecskéket kezdtünk tartani, és a következő nagy álmunk és programunk az, hogy egy kecske sajt készítő üzemet indítsunk be. Most erre különböző pályázati forrásokból az üzleti tervezés, meg az előkészületek zajlanak éppen. Turba Attila hozzátette, azon túl, hogy rekreációs, hatású és közösségépítő programokat szerveznek, valamint működtetik a majorságot és a foglalkoztatót, jogi segítségnyújtással és tanácsadással is foglalkoznak. Remélik, hogy a jövőben minden területen továbbfejlődhetnek. Thank you.